Mielőtt elkezdődne, egy nagyon rövid bejelenteni való. Aki a nézők reakciójára jelentkezett, egy kicsit csúszik az eredményhirdetés, mert nem nagyon értem rá, sajnálom. Tényleg, bocsánatot kérek azoktól, akik jelentkeztek. Küldjetek ötleteket, mi legyen a következő tutoriálban, mehet? Sziasztok, én Marcinho vagyok is. Kéne már egy új intro lassan, mert már azt hiszem két hónapja, vagy nem tudom, egy hónapja ezt használjuk, és kicsit már jöhetne egy új. Na, a mai alkalommal Sony Vegas tutorial lesz, amiben több dolgot fogunk megnézni, mert ezek a dolgok, ezeket a dolgokat bemutatni nem olyan hosszú idő. Első dolog, gyorsítás, lassítás, timelapse készítés. És a második dolog, amivel igazából több dolgot is be fogom mutatni a Media Generators-ből, illetve hogyan kell elhelyezni videókat. Tehát hogyan kell mozgatni a videófájlokat. Hogyha azt bemutatom, akkor már azt is tudni fogjátok, hogy például hogy lehet olyat csinálni, hogy van a megy a videó, mondjuk egy Call of Duty 4, és ott legyen mondjuk a bal felső sarokban egy másik ember kamera nézetéből, vagy egy ilyen Minecraft viadalását. Amit én nem csináltam, amikor volt, mert úgy szerintem jobb volt. Na, kezdjük is el. A gyorsítás-lassítás igazából igen egyszerű. Ehhez most be fogok húzni két fájlt, amit tegnap videóztam. Csak úgy, őszinte leszek, nem volt célom vele, azt hittem, hogy jó kis sniper leszek, és úgy lesz a videó, de szar voltam. Na, nézzük, honnantól van, ezek már azok. Három videó, nézzük, melyik. Ez tökéletes. 5 perc, 55 másodperces videófájl. Akinek van intrója, és beszeretné húzni a videó elé, a timelapse elé, az ne tegye meg az elején. Ezt nagyon meg... Tehát ezt ajánlom mindenkinek. Csak belenézek. Hogy pont megöltem valakit. Na most, mi a teendő? Itt a fájl ugyanolyan hosszúságú. Lenyomoljuk a Ctrl billentyűt, és elkezdjük húzni visszafelé, ezáltal gyorsul. Mint ahogy láthatjátok, a kb. Ugye a harmadára le lehet gyorsítani. De hát természetesen ez nem elég egy timelapse-nél, mivel ott sokkal gyorsabbnak kell lenni, hogy egy 4 vagy 5 órás felvétel 10-15 percben összesűrítsünk. Következőt kell csinálni, csak előtte megmutatom, hogy most milyen. Hát nagyon gyors lett már, elnézést. Ez nekem elég, de hogyha nektek nem lenne elég, akkor a következőt csináljátok. Kijelölitek a fájlt, renderelitek, és utána ezt már nem fogom megcsinálni, csak elmondom, figyeljetek. Renderelitek HD-ba felőlem, utána újra behúzzátok ide, és újra megnyomjátok a kontrollt, mert ugye most már nem engedi, hogy tovább gyorsítsat. Utána újra lenyomjátok a kontrollt, és újra húztok rajta, és ezt a folyamatot addig csináljátok meg, ameddig nem lesz tökéletes hosszúságú a videó. Na most nézzünk meg, hogyan lehet lassítani. Itt a 3 perces fájl. És lassítom. Ennek is van egy határa. Ezt is a 3-szorosára lehet lassítani. Az is nagyon-nagyon sok. Mivel 3-szorosára gyorsítottam, ezért ezt is lelassítom annyira, amennyi ideig lehet. Nézzétek meg. Olyan fantasztikus lassításokat lehet csinálni, hogy elképesztő. Na most még... Nézzétek! Na most, csináltunk egy új videófájlt, és piros betűvel oda is írhatjuk, hogy lassítás valamelyik sarokba, hogy jobban nézzen ki. Aztán össze lehet vágni jobban, várjatok. Lassítás. 28. Kb. Így jó lesz. Na most. Akkor piros betűvel. És meg kell adni. Egy kicsit elhúzom. Meg kell adni azt, hogy hol legyen. Ezt a placementbe tudjuk. Ide. Felső, jobb felső sarokba. Lassítás. Mivel ugye itt a map szokott lenni bal felső sarokba. Itt az, hogy milyen fajta képességünk vannak, és itt az, hogy kitöltek meg, ezért jobb felső sarokba érdemes rakni ezeket a plusz dolgokat. Na most megfűszerezhetjük még annyival, például
hogy mondjuk kivágunk egy részt a lassítottból, mindkettőből, a lassításból is, és beillesztjük ide a gyorsított felvétel közé. Na most ezt nem így kell, tehát hogyha mondjuk valakinek van egy nagyon szép ölése, azt le akarja lassítani, ezt így kell. Ahhoz viszont nem azt kell, hogy egyből lelassított, hanem azt kell csinálni ahhoz, hogy egyszer ott legyen normális sebességgel, és utána lelassítva, hogy vagy kétszer behúzod a fájt, és akkor kikeresed másodszorra is. Vagy pedig következő módon mutatom. Ezt kivágod el. Hoppá, D-t nyomtam életlő. Kivágod ezt. És utána van egy ilyen. Pontosan ez a képesség. Van egy ilyen képesség, hogy utána visszahúzhatod a fájlt. Ezáltal visszajön az, amit kivágtál, de itt a kivágott is. Így kétszer beteheted, egyszer normális sebességgel, egyszer meg lassítva. Na. Nézzük meg, hogy most így milyen, nem lesz semmi, csak hogy van egy ilyen gyorsított, aztán lesz benne egy kis lassítás. Gyorsítás, csak azt mondja, és aztán hirtelen lassítva. Természetesen a hang az fos lesz lassítással. Lehet, hogy valakinek ez tetszik, nem tudom. Amikor már megvan a normál sebesség, meg úgy lényegében minden, és már tökéletes, nem kell többet rendelned, akkor behúzhatod az intródat, meg egyéb dolgokat. Például ezt a lassítás felvétel, ezt behúzhatod nyugodtan. Tehát elején, mert ez lényegtelen. Na most jön a vége. A végéhez sokkal több videótrack, vagy videófájl kell, nem tudom, ahogy akarjátok, úgy nevezem. Először is kell valami háttérzene, illetve háttérbeszéd, amit ide teszek. Tudom én most gyorsan, ami van, valami, beírom azt, hogy song, háta van valami. Vagy ha nem, akkor nekem kell rámondani. Sounds of Slenderman. Tökéletes lesz. Na. Nézzük, ez milyen? Ja, igen, ezt használtam a padlás traileréhez fel. A végéhez, úgyhogy most is. Tudom, így ennyit. Kivágok így ennyit, így most random. Most ez most egy kicsit több is, amennyi szokott itt lenni. Aki nem tudná, miről van szó. Én most megcsinálom azt, amit szoktak csinálni a PewDiePie például, vagy néha azt hiszem Sirius, meg Extomo is, de szerintem ők mindig. A végére azt írni, hogy előző rész, következő rész, meg ezeket. Tehát értitek. De most a következő részt csak akkor tudjátok betenni, hogyha már leforgattátok, csak nem tettétek fel még YouTube-ra. Vagy tesztek egy feliratot, hogy hamarosan. És utána, hogy ott legyen a link, hogyha rákattintasz rá menjenek, azt kommentárban YouTube-on meg tudjátok csinálni. Behúzzátok a videófájra, és akkor ott lesz kommentárban. Na. Ez ugye több videófájl kell. Ez nézzük. Egy. Első szöveg, előző rész. Kettő. Második szöveg, következő rész. Három. A kis keret, még egy keret. Első videófájl, második videófájl, aztán egy olyan, hogy iratkozz fel, és aztán még egy, hogy ezek lesznek. Na. Hát ez elég sok, de hát ezt így kell megcsinálni. Aki nem szeret nagyon vágni, annak ez lesz a legbonyolultabb dolog, amit meg kell csinálni a Sony Vegasban. Mert ez sem nagyon bonyolult. Na most. Ahhoz be kell húzni kettő fájlt. Várj. Bocsánat, kicsit meg vagyok fászva. Mondjuk behúzom ezt, mert ezt még a másik pályán vettem föl. Ez lehet olyan, mint hogyha előző rész lenne. Ugye? Természetesen ennek a hangját le kell venni, hogy csak azt hallatszódjon, mert ugye a kettő hang az egybe fog függni, és az nem hangzik jól. Deleteljük a többit. Meg lehet még annyit csinálni. Beteszünk ide egy transition-t, egy áttűnést, de azt mindegyikbe be kell tenni. Dissolve effekttel, és mondjuk ezt a subtractive-t, hogy itt legyen, tehát hogy ne csak így sírtan feljöjjön, hanem ilyen, nézzétek, hogy így sötétítve jöjjön fel. Na most, el kell helyezni normálisan. Ez lesz az előző rész. Nagyon látom. Na most igen.
előző rész. Kicsit leviszem a méretét, mert nem kell ekkora. Igen, és... Hát úgy én találom, szoktam. Hogy hol legyen. Tehát azért megnézem, hogy kiférne, hogy előző rész. Kiférne, hogy következő rész lenne helyem. Még ide iratkozz felnek, meg ilyeneknek. Picit leveszem. Most már biztos lenne helye. Úgyhogy, jó. Na másikra viszont mondjuk... Beteszem a... Az egyszer feltöltésre került második Minecraft fiadalás videót, ami fosul sikerült. Ezért letöröltem. Ez a következő rész. Ennek is megcsináljuk úgy a... helyzetét, hogy látszódjon. És betesszük azt a transition-t, vagyis áttűnés. X-eljük, vissza ide. És beállítom neki is a méretét. Igazából ezt így szokták csinálni, tehát lehet, hogy azt hittétek, hogy van olyan program, ami direkt erre való, hogy így megcsinálják a végén, nem, ezt így külön meg kell. Olyat lehet csinálni, hogy egyszer megcsinálod, és utána a többinél már csak ezt a videófájra húzod rá a másikat, hogy ne látszódjon az előző videó, és akkor ugye nem kell azzal szarakodni folyton, hogy újra meg újra megcsinálod ezeket a fájlokat, hangsávokat, videósávokat. Na most, hogy miért kell még ennyi? Mert van kettő keret, amit nagyon jól megcsinált a Sony Vegas. Nézzétek, Credit Core, Credit Roll, és itt van a Color Guard Bandben, szinte utoljára, ez a Blue Movie Border. Tehát ez jó így is, hogy csak simán ilyen bordernek, vagyis ilyen keretnek. Látjátok így a videóban, ez is jól néz ki néha. De itt most nem ezt erre fogom használni. Ide teszem. Ráhúzom a videókra, hogy ne legyen ilyen üres az egész, hanem ne csak sávok legyenek, meg ilyenek, hanem legyen benne valami. Valami, ami mondjuk jó, szépen néz ki. Nem tudom, hogy szépen néz ki-e. Természetesen le lehet tölteni az internetről ugyanilyen kereteket, vagy jobbakat, amiket feltettek fel, keresettek is. Például beírjátok, hogy white keret, vagy border, és akkor kiad, vagy ezret. Na jó, azt kicsit túlzás az egy milliót. Nagyon sokat kifogadni, higgyétek el, már próbáltam, kerestem keretet egyfajta videókhoz. Tudjátok, milyen keretet kerestem az izét, amikor olyan, mint hogyha én videóznám, és akkor ott van ez a fehér keret, meg a recording gomb. Na, hát így most szabad szemmel egy nagyon picit látható az, hogy egy picit eltérő helyre tettem a kettőt, tehát hogy nem ugyanabban a síkban van, nem tudom, hogy mondjam ezt, de nem lényegtelen is szerintem. Na, megvan minden, már csak a kiírások kellenek. Project Media, Media Generator, Legacy Text, ez az, ami olyan, ami jó. Na most látom, hogy elcsúszott egy kicsit. És így lesz a jó. Viszont a zene, az csak úgy hirtelen véget fog érni, azt most nem fogom megcsinálni, de természetesen ti megcsinálhatjátok. Ide az fog kerülni, hogy előző rész 72-ről leviszem 20-asra, 2-ös pont. Nem nagyon fogom most a betű típust átváltoztatni, mert nagyon kevés olyan betűtípus van, ami az ő betűt, meg az é betűt rendesen jeleníteni meg. Kicsit elcsúszott ez a pad oldali. Ezt rá kell illeszteni. Ezzel kicsit szarozni kell, hogy normálisan ráillesződjön, de hoppá! Belerúgtam az elromlott számítógépembe. Na szóval előző rész megvan, kicsit kicsi lehet nagyobbítani, hogyha szeretnétek a tiéteket. Jött a második rész. A következő rész.
Nekem, mint ahogy láthatjátok, nekem is hívva megcsinálva. Nem mindegyik videómat csinálok ilyet. Csak ahhoz, amiért tényleg érdemes. Na, következő rész is megvan. Nagyon jó. Már csak kettő kírás hiányzik, és kész is vagyunk a végével. Van háttérzene. Háttérzene van minden. Tehát ez így jó lesz. És ennek a videónak a végére be fogom ezt tenni. Bár linkeket nem fogok adni. Azt mondja, hogy... Tehát beteszem a végére ezeket. Azt mondja, hogy... itt kéne felülreírni, azt kéne felülreírni, azt, hogy... további videók. Már kicsit szaporára veszem. Oké. S utoljára, utolsó szövegemberek is kész vagyunk, egyelőre is számoltam magamat, nem baj. Na. Iratkozz fel, hogy lásd a folytatást. S ezt egy sorba szeretném. 28-as. Tökéletes. 28-as betűmérettel pont kifér. Na hát emberek, megmutattam, hogyan kell a végére ilyen befejezőt csinálni. Hogyan kell lassítani, gyorsítani, timelapse-et készíteni. Lassítást csinálni a gyorsítások közé, vagy olyat, hogy ha valami nagyon jót ölsz, akkor azt lelassítva és visszajátszad. Remélem hasznos volt ez a tutoriál, és a következő alkalommal is velem tartotok. Sziasztok! Következő videómig. Sziasztok!